A pécsi járási ügyészség több rendbeli garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy alkoholista férfi ellen, aki ittas állapotban Pécs utcáin garázdálkodott. A vádlott első alkalommal Uránvárosban egy mankóval közlekedő hajléktalan személyre támadt rá, akit több alkalommal testszerte megütött, aki az ütések következtében a földre esett. Ezután a földön fekvő sértetre térdelt, majd ököllel tovább ütlegelte a sértett arcát. A bántalmazást csak akkor fejezte be, amikor az arra járó rendőrök intézkedni akartak, és a helyszínről a férfi megpróbált elszaladni. Néhány nappal később a lakóhelye mellett az egyik buszmegállóban támadt rá, illetőleg fenyegetett a buszra váró személyeket. Az első alkalommal az ismeretlen személyre támadt, őt fenyegette, illetőleg folyamatosan hívta, hogy vele verekedjen. Ekkor megérkezett a busz, amelyre a buszra várók felszálltak, ekkor a férfi a busz oldalát kezdte ütlegelni. Néhány nappal később ez megismét lődött, azonban ekkor csupán verbálisan támadt a buszra várókra. Néhány nap elteltével a lakása ablakából kiabált a járókelőkre, szintén ittas állapotban. Kezeiben késeket tartott, melyekkel az utcán sétálókat fenyegette, majd az egyik kést az emberek közé is dobta. Az elkövető cselekménye több rendbeli garázdaság, illetve testi sértés bűncselekményének a megállapítására alkalmas. Korábban már elítélte a bíróság hasonló esetek után. A férfi alkoholfüggősége mellett személyiségzavaros is, így őt minden valószínűség szerint elvonó intézménybe küldik.